Most meg fog ökölni. Várjatok, várjatok, ebből tök jó volumen te lehetne. Lőjük már egy selfit. Oké, nézzetek ide, mosolgjatok, cheese! Vásároljatok vajonöltő Dr. Gonosz mintás termékeket, póló, pulcsi, mörintet, amit el tudok képzelni. Vásárolj most, és legyen a legmenőbb. Jaj, srácok, hát ez az utolsó nyári nap igazából szinte. Ki kell élveznünk, nem? Nézd azt a kék bálna is, milyen aranyosan játszik a strandon. Nagyon ő is élvezni a nyarat. Srácok, ti mit csináltok az utolsó napokban? Írjátok a kommentben mindenféleképpen. X is van, hogy jó zenét bekapcsolnál, légy szíves a rádión, kérlek. Majd élvezzük ki mi is, jól van? Jó, jaj. Jó, köszi, jól van. Tsunami közvetik X-Percity felé, mindenki kérem, vigyeljen oda. Ismétlem, egy tsunami közeledik X-Percity felé. Mi az Isten? Egy tsunami? Ezt hallottad, X-Percity Junior? Tsunami? Igen, tsunami. Mit csináljunk most? Mit kezdjük magukkal, X-Percity Junior? Nem hiszem, hogy ebben biztonságban lennél, X-Percity Junior, egy tsunami. Nem hiszem, hogy megállít két fel. Ezért gyere már ki. Gyere ki. Jól van. Figyelj, X-Percity, veszed, van olyan épület, ami megtudná ez egy hatalmas vízás és egy tsunamit? Nincs. Ó, jó, semmi gond. Félix is olyan nagyon profi építész, ők szerintem én meg tudnék építeni. Mi te is? Nem hiszem. Hát most nézzem magadra. Azért még azt gondoltad, hogy a homok meg fog téged védeni. Na, én már ilyen hülye. Dehogy védj meg, figyeld meg. Én megépítek egy bázis, mind a ketten elbújunk, jó? Ott jó biztos. Nem, én építek egy. Nem, jó, tudod mit? Ha ekkora pomád van, akkor én megépítem a sajátomat, te megépítsük a sajátot, és nézzük meg, melyik ére túl egy cunamit, jó? Na, jó, srácok, a mai videóban egy cunami fog minket megtámadni. Viszont építem kell egy jó bázist, ami megvéd minket, szóval megyünk szépen. Van is egy jó ötletem, ez a hely jó is lesz. Szóval, srácok, mindenféleképpen szükségünk van, akkor szerintem valami erős blokkra, ami egyértelműen a gyémánt, szóval egy diamond blokkot kiszedek. A gyémánt az mindent kivír, nem, srácok? Én úgy vagyok vele. Szerintem ide itt jöhet is ide szépen, mondjuk, ó, ez a rész, ez tökéletes is lesz. Úgy fogom csinálni, hogy ilyen nagyon szép alakja lesz, vágjátok így ilyen csillag alakzatban, meg fogom csinálni az egészet. Srácok, ti írjátok meg mindenféleképpen a kommentben, hogy egy cunamitól, hova bújnátok? Az egy cunami nem egy olyan dolog, amit érted, úgy sok ember túlél. Most érted, kiáramlik onnan a víz. Hát, azt nem sok ember éri túl szerintem. Ez itt jó is lesz nagyjából. Oké, így. Né? Nagyon jó, oké. Ez lesz az alap pillérje, az alapváz az egész cunami helynek. Így, né? Oké, ez így meg fog minket védni szerintem teljes mértékben. Oké, ez az alapváza. Mivel legyen itt igazából a padló, azt kell még kitalálni. Jó, srácok, azt tudom mindenféleképpen, hogy bár a víz ellentétje a tűz. Ezért, srácok, egy egész jó megoldást találtam ki, nézzétek meg. Ez a nagyon működőképes lesz, mindjárt meg is mutatom, hogy ez hogy fog alapból működni. Ez a blokk, ugyanis, srácok, tüzet fog köpni. A tűz ugyebár, hát nem tudom, mennyire fog működni, a tűz ugye láva, az obszidián lesz. Talán minket meg fog védeni egy picit, majd mindjárt kiderül itt szépen, körbe is építem az öreg haveromat, így né. És ez kell ugyebár redstone blokk, így meg is mutatom. És nézzétek meg, voilà, ez így égni is fog nekünk szépen, ezt így meg is csinálom az egészet. Ez, srácok, már egy fokkal meg fog minket védeni a cunamitól, de ez nem lesz még elég, majd mindjárt mutatom még milyen ötleteim vannak. A szépen meg is fogom mindjárt csinálni, ezt így körbe is építem, így né, utcu neki. Ez így alapnak szerintem bőven jó lesz, kíváncsiak, hogy ebből amúgy mit tudunk majd szépen kihozni. Na, én elkészítem Grimészet, szerintem ő fogja legjobban megvédni ezt a cunamit, és a szájából majd később lába fog kifolyni, szerintem ez elég durva lesz. Jó van, srácok, mindenféleképpen kell amúgy rács szerintem. Úgyis ugye legalább a rács az ugye megvédiket a víztől, de ugyanakkor ugye bár kilátok rajta. Ez lesz az alapszint, srácok. Látjátok, hogy azért ez egy elég biztonságosak tűnik. Ez konkrétan lesz, hogy egy börtön szinte, de hát nem az a lényege igazából, hogy biztonságban tartson engem, hanem hogy megvédjen a cunamitól. Így né, ezt szépen meg is csináljuk. Jó, így né. Azért figyeljetek, tudjátok, mire gondolkoztam? Régen mennyire örültem volna annak, ha iskola kezdéskor az iskolát elárasztotta volna egy cunami. Milyen menő lett volna, nem kellett volna suliban lenni, ezt is hosszabb lett volna a nyári szünet, nem, srácok? Tök menő lett volna. Na hát, de mindegy, azért cunami az nem játék, srácok, szóval vigyáznunk kell mindenféleképpen vele. Így ez a rács, ez meg is fog minket védeni, így né? A tetejére meg szerintem meg fogom építeni majd a fejemet, és onnan fogok majd azért a cunami ellen küzdeni. Na, ez itt az alap pillérje az egésznek. Itt még, miért nem még? Itt nem is kell tűz, jól van. És ide mindenféleképpen kell obszidián szerintem. Az obszidián az úgy
legörülsebb blokk, nem srácok? Szóval látjátok, hogy azért az obszidián az képes ütni, vágni rendesen. Így ezt szépen meg is csinálom, így mi az egészet össze is dobom, nagyon-nagyon menő lesz. És ott meg lesz a padló obszidián, akit majd csinálom a következő lépést. Egy lipszerű lesz, ami fel fog vinni engem a következő szintre, ha ez a szint esetleg beázna a izétől, ugyebár a cunamitól. Így milyen szépen meg is van csinálva. Ez eddig őszintén egy TNT már nem tud átatolni rajta, nem srácok? Egy TNT már megállítaná ezt például. Hol van srácok? Itt jöhetnek a izék, a tartó rész mindenféleképpen. Ezt innentől kezdve csak egy 4 darabos ilyen ház kicsit vékonyabb része lesz. Szóval látjátok, ez itt igazából ahogy hívják, ez itt nyitva is lesz az egész szinte. Így meg is van az alappillér, ez ki fog emelkedni. Ez mindenféleképpen ki fog emelkedni, így né. Ez itt, ez nincs egy vonalba, várjatok, azért ez itt nem jó, hogyha nincs egy vonalba. Hát az hogy fog úgy kinézni? Azért kicsit igényesnek is kell lennünk, nem srácok, hogyha már megvéd minket, attól függetlenül nézen is ki jól. Oké, ez így jó is lesz, nagyon jó, ez sincs egy vonalba, de semmi gond, mindjárt meg orvoslom a helyzetet. Ez így, aha, így nem rossz, aha. Oké, srácok, mindenféleképpen akarok ugye ventilátort, ami majd fel fog engem lökni a következő szintre. Ez is ugyebár a restonos részre lesz szükségem. Így nagyon-nagyon menő lesz, oké. Fújjál, miért nem fúj? Na most fúj, jó, oké, így né. Ez ilyen magasra fisz fel engem, kb. Így né. Szóval ide meg is építem a pillér következő részét. Nagyon stabil, nem srácok? Azért ez így stabil, elég rendesen. És akkor ez így szépen fel is fog engem majd repíteni a következő szintre. Jó, hopp, itt is vagyok. És innentől, nagyon-nagyon menő néz ki. Innentől pedig jöhet a létra. És innentől jön a következő szint, srácok, ami egy kicsit érdekesebb lesz. Srácok, eddig ez szerintem egész menő néz ki, nem? Szóval ez így egész ütős lesz szerintem. Itt obszidiánnal körbe is veszem szinte az egészet majd. Így, ez egy kisebb ház lesz, szóval a zárt terület lesz mindenféleképpen. Kintebb is fog lógni, ahogy látjátok, ez így már elég biztonságos is lesz. Így, néz szépen meg is csinálom. Nagyon-nagyon jó lesz, így, ezt is még egyel kintebb. És itt majd feljövünk ugye létrával, itt kiütök egy blokkot, így, né. Doktor úr, sajnálom, hogy nincs itt, pedig ő aztán értene ehhez. Szóval az, annak mindenféleképpen örülnék. És itt lehetne majd az üveg, így, itt jön is az üveg. Ez egy ilyen hangszigetelt tornádóvédő üveg. És ide rakok mindenféleképpen majd lávás részt, hogy majd az obszidián meg tudja tartani, hogyha kell. Úgy, né, és adagoló kell, szóval dropper, vagy nem tudom mi a neve, így dropper, nem ez kell nekünk, hanem ez dispenser. És itt srácok, a lényeg annyi lesz, és akarom megmutatni, hogy itt lávás vödröt fogok rakni, távolra megmutatom, hogy ezt hogy akarom elképzelni. Ugye mit tudom én, itt van mondjuk, itt van víz, is tudom mutatni, belakom a lávás vödröt, és akkor ide rakom ezt, és látszik, így lávát ki is lök majd szépen magából, és hogyha vízhez ér, akkor kő, illetve ilyen menő dolgok lesznek, szóval azért kell használom ezt használni. Jó, valószínűleg erről fog jönni a cunami, mert ja, ott van a víz, az logikusnak tűnik. Így szépen meg is sem, és lávás vödröt videigbe szépen rakok, így né, láva, így né. Jó, srácok, a láva elég menő. Mennyi pénzért lennétek hajlandóak belenyúlni mondjuk egy lávába? Én mondjuk semmi pénzem elég veszélyes, szóval ilyet ne csináljátok semmiféleképpen. De azért a láva egy elég menő dolog, nem srácok? Szóval láva az... Fú, én néznék lávát. Én azért megnéznék, hogy milyen egy lávató mondjuk. Így, de ez egész menő lesz. És ide rakok szépen mondjuk karokat majd, hogy tudjam aktiválni. Vagy gombokat, tényleg úgy gombokkal még menőbb ez a dolog. Itt lesznek a gombok, ha jön a cunami, meg fog ettől szépen védeni engem. Lassan befejezem ezt a remekülőt, már csak a fejem van hátam, a kettő karja. És utána jön a legfontosabb rész, hogy a cunami, a láva jó. És persze a könyv. A könyv az minden ellen jó. Ezt is tudjátok. Srácok, illetve ide még kell mindenféleképpen olyan üveg, szóval ide mondjuk rakod ide szépen, hogy így körbe legyen így halmozva az egész. Így, ez így jó is lesz, és némelyiknél ugye lesz ilyen üveg, hogy nem tudom majd befolyni szépen a víz. Eddig amúgy srácok, nem tudom X-i John mit épít, de szerintem ez biztos, hogy rövösebb lesz, szóval azért ez itt tényleg ütni fog. Jó, ezt így szépen megcsinálom, így né, nagyon jó, és ide is mehet szépen, így né. Na, srácok, amúgy eddig ez elég biztonságos bázisnak néz ki. Én ebbe így elbújnék amúgy őszintén. Még ide esküszöm, még ilyen rácsosodva rakok dolgokat így, né? És innentől, srácok, jön az érdekes rész, és meg fogom építeni a fejemet, amiből a szemek szerintem tűzgolyókat fognak lőni. Igen, ez kell nekünk, tűzgolyó mindenféleképpen. Szóval el is kezdem építeni szépen a fejemet, amihez mindenféleképpen a white ilyen kell. Nagyon jó. A fejecském hogy néz ki? Szép kocka alakú, mint egy igazi stréberé, nem srácok?
Így egy ekkora, hát ez egy kocka, várjunk számoljuk, csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viszont ez egy kicsi lesz, lehet, hogy úgy kéne, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mondjuk 9-10, szerintem 10-nek elég kell lennie. Igen, a 10-10 az jó is lesz szerintem. Szóval ilyen magasra szépen megépítem az öreg haveromat. Így, né, és ez is szépen mehet így. Wow, srácok. Ez a bázis, azért a fejembe elbújnátok, nem? Szóval azért egy jó fejbe mindenki elbújna szerintem. Itt jön a hajacskám. A hajacskám, hát ez kb. Innen indul amúgy, nem? Így én azt vettem észre, hogy kb. Innen indul a hajacskám. Így, né, és ez is szépen le is cserélem akkor barna blokkra. Mert ez szerintem így, jól fog kinézni. Fontos, hogy majd azért ilyen jó chillerrendszert is szeretnék mindenféleképpen. Hogy néz ki a fejem, ahol nem ér le olyan mélyre. Hát kb. Még egy kicsit így esetleg. Még egy blokk belefér. Jó, és a hajam innentől kezdve. Aha, látom már, hogy hogy van. Szóval ugye szépen lentem megy, így a feléig. Hát kevesebb, mint a fele. Valahogy így, igen. Valahogy így, és itt meg szépen így még lentem megy. Nagyon jó lesz. Oké, eddig amúgy nem olyan vészes, szerintem tűrhető, igen, és ott lentebb is lóg a hajam, szóval szépen meg is csinálom, hogy itt lentebb is lógjon, és itt lesz a hajacskám, ezt szépen meg is építem, és innentől jön mindjárt a szemecském is. Na, most, hogy kész vagyok a fejével, hát a legfontosabb része ennek a dolognak, a lába, hogy működik, ez fogja köpködni a lábát, oké, és a másik legfontosabb rész, az pedig itt lesz a hátsójánál. Ami egyértelmű, hogy mi lesz. És jó, és a végén itt, ahogy mi, így, tökéletes. Ez az. Már ugye kész vagyok, mert az utolsó simítások mennek át. Na srácok, hogy látjátok, már azért elég alakul az egész, már igazából a fej az megvan, most jön a fülhallgató. A fülhallgató is biztos, hogy akarok valamit, szóval az biztos, hogy a fülhallgató az ilyen menő dolgot fog majd csinálni. Lehet, hogy abból zene fog szólni, amúgy majd hát azt is megcsinálom, még nem tudom. Most egyelőre megcsinálom gyorsan a fejhallgatót. Nem mondom, hogy tökéletesen pontos lett, de amúgy szerintem tűrhetően néz ki amúgy ez az egész. Így né, ezt is szépen meg is van oldva, így né. Oké. És a fülhallgató szépen itt lesz, vagy így, nagyon jó. Oké, kicsit el is van csúszva, az nem néz ki jól, de nem baj. Na és úgy tudom rendesen soha felvenni a fejhallgatómat. Jó, és akkor itt szépen majd fel fogok menni, és itt pedig megint lesz majd egy létra rész, szerintem valahol megépítem, erre mondjuk azon nem tudom rárakni, de mondjuk hát akkor mondjuk itt szépen meg is oldom, hogy itt legyen akkor egy ilyen rész, így né. És itt fel tudok menni majd a fejecskémbe, vagy látjátok, itt szépen feljárkálok, hogy hello, sziasztok, itt vagyok a fejben. Ah, jó, amúgy lehet, hogy ezt itt megcsinom az egész inkább üvegre, mert itt lyukacsosan biztos, hogy le fogok esni, ezt nem akarok meghalni, vágjátok itt a cunamiba beleesek, vagy valami, hát az nem néz neki valami jól. Oké, okay. És a lényeg az lesz, srácok, hogy azt gondoljátok, hogy amúgy igazából, hogy a szem az nem lesz semmire jó. Viszont, srácok, a lényeg az most következik. Ezt a kék gyapjút kicserélem kék üvegre, így, ahogy látjátok, ez egész jól néz ki, és ami még fontosabb, itt is dispenser lesz, az adagoló, így né. Elég rémisztően nézek ki, de nem ez a lényeg, hanem itt, srácok, hát itt jön a lényeg, srácok, itt jön a fúa, ami meg fog minket védeni mindentől. Megint kell egy kis így, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Oké, ezt így fel is rakom így ide, meg ez is jöhet ide, és figyeljétek meg, srácok, ha berakok tűzgolyót így, akkor paf! Tűzgolyó! Na erre van szó, a szemben fogom a tűzgolyókat lőni, srácok, hát milyen menő lesz majd ez? Jól van, ezek mert még mindenféleképpen kell egy kis szórakozás, ezt mindjárt jobban beredezem, hogy azért élhetőbb legyen az egész körülmény, meg kezet is csinálok magamnak a fejemnek, vagy valaminek, hogy kéz azért mindenféleképpen kell, az is csinálni fog vala. Na srácok, itt meg is csinálom a kezét, amilyen kicsit egy űrszerű kéz lesz, 1, 2, 3, 4, 5, itt is megépítem akkor, hogy 1, 2, 3, 4, 5, és akkor ilyen így tökéletes, 1, 2, 3, és így meg is van csinálva, ez így arányos, nem? Nem, ez egyel nagyobb lett, vagy nem? De egyel magasabb lesz szegényke, nem baj, mindjárt csinálom. Na így, nagyon jól fog kinézni, és srácok, innentől kezdve szeretnék ide még valamit rakni, valami állatot, vagy olyan mobot, ami meg tud minket védeni mondjuk egy pen.
Benditet. Egy Bendit vagy lehet jól néznek ki, de egyelőre még várjunk egy kicsit. Mi az, amit jól nézhet ki? Ami meg tud minket védeni egy tsunamitól, nem? Valami olyan dolog kell. Fú, Storm Elemental, amúgy ez nem rossz. Ez az! Na ez kell ide, srácok! Storm Elemental, na így! Oké, ez egy nagy tornádó igazából, ami vissza tud lökni mindent. Hát srácok, azért azán nem olyan rossz, viszont még azért élhetővé kéne tenni ezt az egészet, szóval fejemet szépen berendezem. Oké, itt lesznek a számítógépek, nem? Szóval ide rakok mindenféleképpen asztalkákat. Így, asztal, asztal, így, né? És itt lesz szépen az asztal, így, ezt meg is csinálom, hogy körbe legyen asztallal. Így, né? Illetve ide kell PC, ami ugyebár számítógép. Így, né? Mindenféleképpen számítógépet rakni akarok valahova, ide férne. Ó, hát ide nem fér ez, viszont ez ide ráfér szerencsére. Felé be is kapcsolom, olyan hangosak ezek a mobok! Nem is hallok titeket, srácok! De semmi baj! Értitek, hogy mit szeretnék, ugye? Ide is mehet szerintem így. Ez amúgy nem néz ki rosszul, de lehet, hogy inkább ezt... nem, tudom mi kell ide, srácok! Ez nem, de a television. Television, vagy tévé van, szerintem van tévé. Ezek, srácok! Ezzel nyomon fogjuk tudni követni igazából, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Így, nézd ide, ez pedig ide. Na, ez így nem rossz amúgy, nem rossz. Így szépen ezzel tudni fogjuk, hogy mikor megy el a vihar, meg ilyenek. Föntre pedig mindenféleképpen szeretnék egy konyhát, meg egy ilyen hospitál, az egy ilyen elsősegélyrét. Na, most, hogy minden kész van. Jó, még nincs kész, hogy ezt be kell restornozni. Aztán megmutatom nektek, hogy működik. Ezért be kell tölteni a nagy ágyút. Még ha tudnám, hogy mivel is szeretném. Ez az megvan. Jó, ezzel szépen betöltöm. Úgyni, tökéletes. Az éjszakot már személy személyzem már ilyen bugyután. És ha most megnyom ezt a gombot, meg azon! Működik! Jó, és még... Szerintem kész is vagyok, nem. Na jól van, srácok, ide mindenféleképpen akkor akarok rakni széket, ugye, vagy tudjak valamire ülni. Szóval látjátok, hogy mit tudom én, lőni akarok, mondjuk ez a szék ez pont nem tett. Ez bagos az a szék, ez nem jó. Oké, másikat rakok, másikat, jó, ne szóljatok belé, srácok, én is hibázhatok, mondjuk ezért valami csért lerakok. Melyik a legvedőbben néz ki? Melyik szék néz ki a legvedőben, srácok? Egy 10/10-es székkel, mondjuk ez nem olyan rossz, ez jó lesz szerintem, nézik, csak meg szépen néz, hogy néz ki. Így. Jó. Szóval azt akartam mutatni, hogy erre ráülök, akkor itt tudok célozni meg lőni is egyben. Szóval mit tudom én, látjátok, hogy mondjuk itt kilátok, és akkor tűz, és megy a tűzgolyó. Ezek mellett mindenféleképpen szeretnék egy pár darab hűtőt, szóval ide mehet egy hűtő, hogy azért jól érezzem magamat. Illetve itt lesz ugye bent az olyan rész, ugyebár a hospital bed, mindjárt le is rakom nektek, hogy megmutassam. Az olyan ágy, hogyha baj történ, akkor el tudjam magamat látni, szóval itt mit tudom én ez. Illetve még kellenek ugye, van egy ilyen modunk szerencsére, amivel meg tudjuk védeni majd magunkat. Meg is keresem nektek gyó... WC, hát WC mindenféleképpen kell, nem srácok? Hát kakilni tényleg mindenhol kell, nem srácok? Ide mehet is ez, illetve mellé pedig a WC papír. Illetve egy medkit, ezt szerintem mindenféleképpen oda kéne raknom, vagy olyan dolgot, ami ugyebár azt... Srácok, hát én is felejtettem, a lánc, úristen, hát ez mennyire fontos, még jó, hogy keresgetek itt, nem srácok, hát konkrétan majdnem meghaltam emiatt. A hajamban akarok csinálni ilyet, srácok, nézzek, szöges drót konkrétan. A szöges drót jó lesz, mert bármilyen madár vagy olyan valami akar majd ide repülni, azt a szöges drót meg fogja állítani. Nagyon menő, itt a szájamat is azzal megcsinálom, hát azt nem bírom, de nem baj, lesz egy orrom is, csak úgy poénból, nem? Így, milyen aranyos lettem, így komolyan mondom. Jól van, srácok, szerintem én kész vagyok, még egy beállítás. Gyorsan összedobok, mondjuk, nem tudom, mi hol legyen a bejárat, és sima létrával oldjam meg. Hát, vagy egy. Mivel kéne megoldani a bejáratot? Jó, itt majd be lehet venni, engem nem érdekel, itt jó lesz, és akkor majd le tudom zárni szépen. Akkor itt majd szépen fel tudok venni a ventilátorral, itt tudok lőni, illetve itt szépen ugye már tudok majd csinálni mindent, remélem XC John is hamarosan elkészül. Na, és jött a utolsó simítások, a hadsereg. Hol mennek? Menjetek már le, halló! Nem örülj, majd megmérik. Na, szóval megvan a láva, a kard, a könyv és a tűzadagoló, de a legfontosabbat kihagytam. Ez engem meg tud védeni. Vége. Elindult!
elkezdődött, srácok! Úristen! Mekkora ez a cunami, te jó ég! Jó, oké, semmi gond! A tüzet eloltotta, figyelem! Vészhelyzet, jó van! Semmi gond! Úristen! Itt is jön, jó, semmi gond! Jó van, oké! Felkészülni! Láva! Láva, menjél! Ez már kiürült! Ne! Oké! Jó van, a láva elkezdte kicsit oltani, semmi gond! Oké! Milyen megnézni, hogy mi a helyzet, úristen! Tűzgolyó! Gyerünk, mennie kell! Sikerülnek-e valamit eloltani? Jó, oké! Gyerünk, ez az olcsad! Jó van, ez kicsit meg tudja engem védeni! Ne, az áram is meghibásodott! Ne! Úristen, ne! Meghibásodott az áramkör, srácok! Ki kell mennem megcsinálni! Ne! El fog sodorni a cunami! Segítség! Elsodom! Ez nem védett meg! Gyorsan menekülnöm kell! Nem védettek a cunami! Segítség! Végre, hogy fel kell, hol vagyok? A kórházba. Komolyan, egy cunami elől egy olyan helyre akart elmenekülni maga bolond? Hát te azt hittem, hogy ez meg fog védeni. Ezek a mai emberek itt. De várj, a doktor úr, a fiam X is olyan sárga kisgyerek, ő is itt van? Ott van kint, ő túlélte. Mi? Tényleg? Úristen, meg kell néznem, mert maradjon itt, doktor úr, megkérdezem. X-Junior, merre vagy? Halló? Mi? X-Junior? Halló? Szia? Mit csinálsz itt? Mi ez az egész? Elbújtam. Mi? És te túlélted a cunamit sérülésnek a homokban? Igazad volt, tényleg működik. Én mondtam. Jaj, komolyan. Te nyertél, jó, srácok, nagyon tetszett a videó, ne bújjatok el a homokba. Ez ügyet valamint tetszett a gyilkolás, hogy a következő találkozunk, én XP voltam, na szevasztok, sziasztok.